Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok, hoztunk nektek egy újabb így készült részt, hogy én SPAC, képzeljétek el, hogy szóló készül, hogy hogyan készült, nézzétek meg! Jó, ennyi! Hölgyek, urak, Spáknak a szóló dalának a klipforgatásán vagyunk, Fantom a címe, hogyha jól tudom. Elég sok helyszínen forog, és ha jól informált vagyok, ez egy olyan koncepció, ez egy olyan videoklip, amit te találtál ki, tehát hogy tökre tőled jön ez az egész ötlet. Igen, a sztorit én találtam ki teljesen, és igen, Fantom. Bence, nagyon pöppet átdolgoztuk, és most forgatjuk a szerdán, forgattuk, és ma forgatjuk, és még hétfőn is fogjuk forgatni, szóval így három naposan nyúlt el ez a forgatás, kettő lett volna amúgy. Az érdekessége az, azon kívül, hogy az első szóló klippem, hogy ez egy ilyen filmes klip lesz a sztori miatt, tehát az első ilyen körülbelül, hát most Bencevel azt számoltuk, hogy ilyen kettő és fél három percben nem is lesz zene, csak egy ilyen film, és egy kis film, és abból fog majd kezdődni a zene. Szóval elég hosszú klip lesz, de szerintem megéri megnézni. És mi az alap koncepció, ami a te fejedbe egyébként így meg, megvalósulni látszik, vagy amit kitaláltál? Mi az alap? Tehát, hogy hogy indul, mik a helyszínek, mit láthatunk végig, milyen sztori ez tulajdonképpen, meg honnan, jött az iklet egyáltalán? A fantom szó azt jelenti, hogy az a képzelet nem egy igazi dolog, csak egy által kitalált dolog. A lánynak én vagyok a, fantomja, aki csak elképzel egy olyan srác, egy olyan, neki egy ilyen neki egy ideál, viszont én nem vagyok igazi, tehát csak ő képzeli el ezt az egészet. Először itt az iskolából most vagyunk jelenleg, itt, itt, lát meg engem először, utána találkozok vele este egy, egy kisboltba az ő házának a környékén, ahol, ahol először elkezdünk beszélgetni, és utána pedig elmegyünk egy bárba, ahol pedig iszogattunk, és hát mint Róma és Júlia, az első este már hát, Szerelmeskedtek. Igen. Reggel föl kell a lány, nem, hogy nyomom sincsen sehol, de kimegy a szobájából, és amit összetörtünk bögre, tükör, több mindegy, az ugyanúgy állott, ahol mikor felmentünk, ezzel bizonyítva azt, hogy hát ez valószínűleg már sem történt. Kovács Panka, a Phantom Clipnek az egyik főszereplője, női főszereplője. Hát Panka, téged viszonylag ritkában látunk videoklipekben, inkább sorozatok, filmek. Mennyire áll közel hozzád a videoklipezésnek a világa? Néhány videoklipben egyébként már szerepeltem, de hát nyilván a fő profilom az a színház, film és sorozat. De mindig nagyon örülök, amikor ilyen, ilyen produkciókba is részt vehetek, mert ez egy ilyen kis, vagy úgy fogom fel, mint egy minifilmet, vagy egy minisorozatot, és ezért mindig tök izgalmas ilyet csinálni. Ez egyébként nagyobb kihívás, vagy inkább a filmezés, azt sokkal több ideig forgatjátok, ott esetben nagyobb stábbal, mi, miben más a kettő? Ezt hogy tudnád megfogalmazni? Hát először is a szöveg, <laughs> ugye? Hogy... És túl sok szöveg, igen. <laughs> Jó, ebbe egyébként egy kicsi van, de nyilván nem olyan sok, hanem ebbe, ebbe, az a más, hogy nagyon gyorsan kell megtörténnie a dolgoknak, hogy, hogy ma is például volt egy olyan jelenet, amire mondjuk az életben több időt hagynál, amíg lereagálsz dolgokat, és most így gyorsan meg kell történnie, mert hát bele kell férni a videóklip idejébe. Spakkal milyen volt együtt dolgozni, milyen volt együtt színészkedni ott az elején? Egyébként te ismerted őt korábban, vagy ismered a munkásságát? Nem, nem ismertük egymást, és, és igazából akkor néztem utána, amikor felkértek erre. És, és hát jó, jó volt, mert nagyon egy ilyen szimpatikus és közvetlen fiú, úgyhogy így rögtön szerintem megtaláltuk a közös hangot, és könnyű volt együtt dolgozni. Lacival már korábban beszéltük, hogy tőle jött ez a koncepció, viszont te kiegészítetted, Bence, miket tettél hozzá, vagy hogyan zajlott itt ez a kis előfolyamata a klipnek? Igazából itt van ugye a, a klipnek egy, egy, intro része, ami azért valljuk be, mindannyiunknak egy, egy, kihívás volt, szóval, hogy nagyon mi se csináltunk még ilyet, és Hmm, igazából ebbe volt sok, sok agyalás, hogy, hogy, mi legyen a szöveg, hogy jöjjön ki, miután mi következzen, hogy legyenek az átkötések. ezt fejtegettük amúgy. amúgy. Én csak azt tudok mondani, hogy én amit elképzeltem, az egy aránylag egy kliphez hosszú verzió tehát inkább egy sorozatban lehetne elképzelni. Hát, hogy még színészi babérokra törsz, nem? Spak? Hát, az biztos nem, amúgy még, még, lehet az is. De a lényeg az, az hogy egyedül azt kell megoldanunk, hogy, hogy, hogy ez a, ez a hosszú, ezek a hosszú beszélgetések, a hosszú jelenetek, ezeket valahol olyanra, hogy kompatibilis legyen egy, egy klippel, és ez segített nekem a Bence, hogy az én én ötleteimet valahogy a megcsináljuk rövidebbre, ami belefér faszán egy klipbe, és úgy, hogy jól is néz ki, és, és profi. És én szeretem is, hogyha nekik van már egy alap uh, és uh, én az azt gyúrom tovább, vagy azt egészítem ki, azt klippesítem meg, és ö, itt sem volt igazából másképp, csak itt nagyon konkrét volt a, a maga a sztori, meg az elképzelés. Nem, nem mondom azt, hogy ez könnyebb vagy nehezebb, tök, tök jól tudunk együtt dolgozni, meg, meg igazából hasonló tényleg a, 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 vagy a, a, a világunk, az ízlésünk, szóval, hogy, hogy nyilván hasonló korosztály, és így azért könnyen megtaláljuk a a közös hangot, igen, igen. És melyik volt a legjobb forgatási nap? Most ugye a másodiknál vagyunk, ha jól tudom, lesz még egy. Volt esetleg ott valami extra vicces story nem tudom, vagy pedig most ez a Sulíba vagytok, itt ennyi statisztákkal dolgoztok, van valami izgi, amit megosztanátok a nézőkkel? Ez most a, az, az egy megszokott forgatásokhoz képest, ugye nem csak abban téren, hogy ilyen filmes is, hanem hasonló, hasonló dolgok vannak, hanem abban is, hogy általában azért sokkal, sokkal lazábbak vagyunk a forgatásokon, és így sokat tudunk hülyesni, például a együtt, és mindig az egész kliforgatás végig bohóckodjuk. Tegnap előtt, amit forgattunk, ott a, én a spákot még sose láttam megszeppenve, és amikor volt az első, első, jelenet, amikor beszélnie kellett, meg kellett szólalnia, és a szöveget kellett mondani, már nem a, a, zene szöveget, hanem a, a jelenet szövegét, akkor ott, ott picit meg volt szeppenve, és én még sose láttam a spákot megszeppenve, úgyhogy ez, ez egy érdekes pontja volt a dolognak. kifejezés csinálsz, G? Kettlebell. Néz, oh, nézd, nézd, de maga csávot. Nézd, menj rá, kicsikét, hogy néz ki. De Köszönöm. Köszönöm. A bicepset, a bicepset. jól tudnád meg. Lévai Hangyási Bence, ismertem nevén Ördög, itt áll mellettem a torna terembe, ami egy következő helyszín lesz, itt a kollégák készítik elő. Mi lesz itt pontosan Ördög, és hogy halad a mai nap? remekül haladunk, itt amúgy egy, ö, a spáknak lesz egy táncjelenete, itt a fantomjai megjelennek a videóba, illetve majd a Pankával is föl fogunk venni egy jelenetet, ahogy készülődik. És itt is igazából beképzeli azt, hogy a, a, a Laci nem figyeli őt. Azért videoklipes szinthez képest nagyon méretű a stáb. Hány fős a stáb, hány statiszta volt itt? Egy kicsit ilyen számadatokkal kérlek sokkol minket pozitívan. Alapvetően a stábunk szerintem amúgy az idei évben hálásak vagyunk azért, hogy uh, tudtunk egy olyan színvonalbeli emelést uh, csinálni, hogy uh, szerintem a, a szakmába kiemelkedő emberekkel tudunk dolgozni. A mai napon amúgy a stáb szerintem 29 fő, uh, és 20-20 statisztánk van, plusz a stáncosok, tehát 25. Spák is megjegyezte ezt, hogy kifejezetten büszke vagy te is rá, mert hogy nem ide jön, nem hülyül, nem elkószál, hanem most már komolyan veszi munkaként, fogja fel gyakorlatilag ezt a forgatást, és tényleg időben ott van, és nagyon ott van, és ott van fejbe is. Te mit tapasztalsz? Te, te vagy picit mindig így gyártásvezetőként, azért a Rosszáró, aki szól mindenkinek, legyünk időben, stb. Te mit tapasztalsz? Tényleg, Laci, felnőtt. Rengeteget fejlődött amúgy a, a, a Spák, és amúgy a, a Bruno és a legutóbbi forgatásokon is ö, sokkal jobban viselkedtek, és például a szerdai napon, le a kalappal, tehát hogy Laci, így tovább, apa figyel rád. Ennek a videóklipnek amúgy az az érdekessége, hogy a Laci szerintem november végén jött át először hozzánk azzal, hogy lenne ez az ötlete neki ezzel kapcsolatban, és Hát én szerintem videóklipet, ennyiszer még nem mítinkáltunk, mint ezt. Mm. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon sokszor össze kellett ülni, kitalálni a részleteket, az, hogy egy, egyáltalán ez a story, hogy tud gördülékeny lenni, hogy tud uh, igazából így kigurulni. Egyrészt a, a, ezek a párbeszédek, uh, én úgy gondolom, hogy és bízok benne, hogy ez amúgy sikeres is lesz. Három erős forgatási nap van uh, előttünk és mögöttünk. Nagyon-nagyon uh, hálásak vagyunk ezúton is amúgy a hibátlan, Kameracsapatnak, csapatnak, vilkó csapatnak, és nagyon köszönjük szépen amúgy a helyszíneinknek is. Itt például kiemelném az Osztrák nemzetiség Iskolát, hogy beengedték ezt a forgatást, és tudunk itt forgatni. Nagyon szép iskola, nagyon gyönyörű. A hibátlan technikát köszönjük szépen a Kraft ezúton is, és mindenkinek csókok szokásosan Lia Watt felelt a stylingért, ugye itt a Phantom című videoklipnél. videóklipnél. Orsikám, mi volt itt a, a, rendezői utasítás, milyen stílus ez, milyen ruhákat kellett beszerezned? Igazából a, itt az égenerációnak a, a stílus világát próbáltuk megjeleníteni ugye az iskola jelenetekbe. Iskolás csajok, iskolás rácok, úgyhogy őket próbáltuk. Volt esetleg neked valami inspiráció, de honnan inspirálottál, vagy valamilyen ö, kültek küldtek esetleg módokat neked, amiből fel tudták készülni? Igen, az eufóriát találtuk ki, hogy az, az, nagyon passzolna a történethez, és akkor abból merítettük ihletet, igen. És akkor hogy kell elképzelni, tehát az E-generáció, az hogyan öltözködik? Milyen típusú ruhákat hoztál, ilyen, ilyen inkább ilyen pulcsik, meg ilyen húdik, vagy, vagy hogy kell most ezt így elképzelni a gyakorlatban? Hát igen, azért próbáltunk kicsit különlegesebb szetteket, tehát nem ez a hétköznapi, amiben tényleg mindenki iskolába jár, tehát akkor a kényelmeset egy picit tovább és azokat fel, fel ö, ilyen kis extra dolgokkal. Úgyhogy ennyi. Akkor ez abszolút ez a középiskolai vibe, mintha most itt egy amerikai középsúlyban lennénk, ez az osztrák súly egyébként amúgy is így néz ki. Mennyire volt ez nagy kihívás, vagy mennyire volt nehéz összeválogatni a szetteket? hát nagyon élveztem, mint mindig. Tök jó volt kicsit más, mert ilyet még nem csináltunk, hogy mégis valahol a hétköznapi világba, de mégis azt egy picit új, új köntösbe helyezni, úgyhogy imádtam. És meséljünk egy kicsit Spakról, hát mégis csak ő az előadó művész, a főszereplő. Spak milyen ruhákban van, mennyire extra az ő stílusa, mennyire szereted akár adott esetben őt öltöztetni, mert én tudom róla, hogy a színpadon is azért úgy merészebb, mert bevállalni akár esetben női cuccokat is, sokszor föl, fölveszi a női kabátokat, női felsőket, ami nekem például nagyon tetszik. Itt a klipbe is bevállalósabb a stílusa neki? Ö, igazából neki most próbáltunk egy ilyen visszafogottabb kabátot készíteni, Ö, nekem is ez egy kihívás volt, egy kicsit én is visszavegyek egyel, hogy csak párszeges legyen rajta, hogy ő is működjön iskolai környezetbe ezért csak egy sima lila bombert választottunk a Fantomhoz, és ahhoz, ahhoz igazítottunk mindent.